A télűzésnek többféle hagyománya van világszerte. Magyarországon a busójárás, a mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, valamint a kiszebáb égetés a legjellegzetesebb. Mártéjon ennek ötvözetére invitálták az érdeklődőket. A hagyományteremtő rendezvényt az Ete Népe Történelmi Egyesület közösen szervezte meg Mártéjon kormányzatával. Képes vendégsereg a faluházból indult. A mágiás vonulás a Holták partján felállított kiszebáb körül ért véget. Amíg a tüzet meggyújtották, a gyerekek és a felnőttek gondűző cédulákat tűztek a kiszebábra. A cetlikre ráírták, ki mitől szeretne megszabadulni. Rossz álmoktól, betegségtől, félelmektől, majd a bábot meggyújtották. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútor és bajtól. A busó öltözet jellegzetes. A szőrével kifordított rövid bunda és szalmával kitömött gatya, amelyre színes gyapjúból kötött cifraharisnyát húztak, lábukon bocskot viselnek. A bundát egy őv vagy marha kötél fogja össze derékban, erre akasztották a marha kolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a fából összeállított buzogányt tartják. A leglényegesebb, ami a busót busóvá teszi, a fűszából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőr csuklyás állarc. Bízunk benne, hogy az embereknek sikerült megszabadulniuk minden bútól és bajtól, a mohácsi busóknak pedig a telet elűzniük Mártéjról.